Talmud, Babmeci a traktátus 118-as lapját fogjuk tanulni, és a 117-es lap végén a Misnával kezdünk. Korábban volt arról szó, hogyha valaki egy kétemeletes házban lakik, és a felső emeleten egy lyuk keletkezett, akkor és ő ugye bérlője a felső emeletnek, akkor lejöhet-e az alsó szintre lakni, mondván, hogy ameddig nem teszi rendbe az alsó szint tulajdonosa a főbérlő felső szintet, addig neki biztosítania kell a számára a lakhatást, és ezért joga van lent lakni. Ennek egy hasonló, párhuzamos esete az, amiről most a Misna beszélni fog. Heimbésze bácsó bonni beszélá, beginach szelgábov. Ugyanígy mondja a Misna, hogyha van egy présház, ami egy sziklába van építve, és a szikla tetején, a présház fölött van egy veteményes kert. Nifház, hanem bálagina jöjjét, vagy zérje el a máta, és a veteményes kert alja, ami a présház teteje, ez kiukad, akkor ebben az esetben hári bálagina jöjjét, vagy zérje el a máta, cseszel bád, Bézbád, hogy kipin, akkor ebben az esetben a veteményes kert tulajdonosa lejöhet bevetni a présházat, mert ugye el lett véve tőle az a terület, ami a présház fölött van, mert a présház miatt beszakadta a föld. Egészen addig, ameddig a présházat ki nem javítják, egy kupolát nem építenek, csak a tetejére földet vissza nem tesznek, hogy újra tudjon ültetni a veteményes kert tulajdonosa. A kaiszövel illans napfűrös össze rábbi invizikú patrumina sálem. Következő szabály, amit a Misna mondta, hogyha egy fal vagy egy fa ráesik a közterületre, és ott valamilyen kárt okoz, akkor a tulajdonosa a falnak vagy a fának mentesül a fizetési kötelezettség alól, tekintve, hogy ez egy viszmajor volt az ő szempontjából is. Nasztuna izmán lakkozó szeridlan, biztos ezek helyszerűen napfölösszék az bán patot. A bíróság elrendelte már korábban ezt a fát, ami már veszélyesnek tűnt, és látszott, hogy ki fog dőlni, vagy azt a falat, azt vágja ki, vagy bontsa el, ha ebben a, és adtak neki erre valamennyi időt, tehát azt mondták, hogy nem tudom, egy héten belül mondjuk ezt bontsa el, vagy vágja ki, ha azon az időszakon belül bontódott el a fal, vagy a fa, akkor föl van mentve a fizetés alól. Áhezmán hája, de hogyha az adott idő után történt, akkor köteles fizetni. Mi se haja köszlő szamok, ginesz ha vérai, napfelva, mert lói, panelve, neha. Ha valakinek a fala, vagy a ha valakinek a fala közel volt a fele barátjának a veteményes kertjéhez, nafá, és ráesett a veteményes kertre a fal. Amelloi, panel van neha, amelloi, hegi uha, ennyi mindegy. És ráesett a fal, ugye a veteményes kert, a szomszéd veteményes kertjére, és a szomszéd azt mondja, na, takarítsd el a romot, a köveket, mire a fal tulajdonos azt mondja neki, hegi uha, tessék, legyen a tiéd a kő, és vidd el te. Hogyha ezt nem akarja a szomszéd, én sem illoj, akkor természetesen ezt nem kell elfogadnia. Mi se kibél a lov, ha viszont azt mondta, hogy rendben. És ezek után, amely hallechici az, ha van ilyetől is seli, és ezek után azt mondja a fal tulajdonos, hogy na, mégiscsak visszalépek. Mégiscsak itt van a költségeidet, itt megtérítem, ami volt, hogy elkelt a falat, hogy eltakarítottad a falat, de a fal anyagát azt kérem, én sem illő, akkor ez esetben nem hallgatunk rá.
צריך לספר לה עשימה עם בטבע וקש, ואומר לו יתן לי סחורי, ואומר לו יתן לי מה שתוריל מה שעשי סוב לסחוריך. אבל כי, נקראת כזו, יש את אבל כי פרוד בירה, egy munkást, hogy gyűjtsön neki össze szénát vagy szalmát a sajátjából, vagy ami gazdátlan földön van. Amel lő, itt én is harjba, amel lő, itt én más az is szobesz harjeha, én is én mindegy. És erre azt mondja a tulaj, vagy a munkáltató, amikor a bérfizetésre kerülne sor, jó, hát vedd el a béredet, abból, amit begyűjtöttél. Vagy vigyed haza a szalmai részét, és akkor az legyen a béred. Én se illő, azt nem kell, hogy elfogadja a munkás. Mi se kell, hogy amellő, hogy hálesz kareha van itt elseli. Én se illő. Viszont, hogyha elfogadta ezt a fizetési módot, és ezek után a munkáltató megváltoztatja az álláspontját, és azt mondja, hogy jó, akkor inkább mégis fizetnék neked, és te pedig add ide a szalmát, amit összegyűjtöttél, akkor meg azt nem fogadjuk el, mert ha már egyszer ebbe belementek, akkor nem lépett vissza. Oké, idáig tartott a misna. Most a Talmud a misna első esetét fogja elemezni. A misna első esete az volt, hogy a vésház teteje beszakadt, és fölötte levő veteményes kert ezért ellehetetlenült, és azt mondjuk, hogy vagy azt mondta a misna, hogy a veteményes kert tulajdonosa mindaddig bevetheti a lyuk alatti rész, a lyuk alatti részen a présházat, ameddig a présház tulajdonosa ki nem javítja a hibát, és újra vissza nem állítja az eredeti állapotot. Mi hászadában már rubos, majd amely bárba. A kérdés az az, és erről vitatkozik rá, és múl, hogy mekkora lyuk keletkezésnél mondjuk ezt a szabályt. Dáv azt mondja, hogy csak akkor, ha a nagyobbik része a, ennek a présháznak beszakadt. Smuel viszont azt mondja, hogy ha csak egy 4x4 ámás rész, bocsánat, 4x4 tefahos rész, 4x4 ökölnyi rész szakadt be akkor is. Dáv van a brubával, bárba, Adam zöre hetszínű mától, hetszínű májra. Ráv mit mond? Ráv azt mondja, hogy ha a nagyobbik része beszakadt, akkor igaz az, hogy lejöhet és teljesen bevetheti a présházat. De hogyha kevesebb szakad be, mondjuk csak egy 4x4-es terület, akkor azt a területet vetheti csak be a présházba. Vagyis akkor részben a felső szinten kell bevesse, részben az alsó szinten. És most viszont azt mondja, hogyha 4x4 ama, bocsánat, 4x4 tefach szakad be, akkor is teljesen lejöhet, és használhatja a teljes részét a présháznak, mert nem lehet tőle elvárni, hogy részben felső szinten, részben alsó szinten vesse be, és használja a földet. Most tulajdonképpen ugyanez a vita, ez két lappal ezelőtt már felmerült a lakhatásnál. Ott is ugye az volt a vita, hogy mikor mehet le lakni a felső szint lakója, és ugyanez a vita ott is ott volt, hogy Rába azt mondta, hogy ha a teljes, vagy a nagyobbik része az ő szintjének beszakadt, akkor mehet le lakni. Hogyha csak egy kis része, akkor részben fönt lakik, részben a dolgait, amit azon a részen tartott volna, ami beszakadt, azt leviszi. És múlva pedig azt mondja, hogy nem, hogyha egy kis rész szakad be, akkor is le mehet teljesen lakni. És a kérdés az, hogy mi szükség volt mondani ezt a vitát, ezt mind a két helyen, mind a lakhatás, mind a veteményes kert esetében. Zihadi ilyesminembe ha, ilyesminendira, valkamem smuel misumdol, hogy avid incsir, de purtahak, Ával innyi az riai avid, insi, de zari hachapurta, hachapurta. Én mondja le rá. Szóval Talmud szükséges volt mondani ezt az esetet, tehát a veteményes kert esetét. Mert ha nem mondtuk volna, akkor azt lehetett volna gondolni, hogy Smuel hol mondja azt, hogy ha egy kis részen is, ha beszakadt, akkor lemehet
ott, ahol lakhatásról van szó, mert lakásnál nem szokványos, hogy aki félig itt lakik, az egyik szinten és félig a másik szinten. De a veteményesnél azt gondoltuk volna, hogy lehet elvárni tőle, hogy két szinten gondozza a veteményest. Ezért mondta a Misna, vagy ezért mondta, bocsánat, a Smuel, a mi Misnán kapcsán is, hogy nem, a veteményesnél is ugyanúgy gondolja, mint a másik helyen, mint a lakhatás kapcsán. A másik oldalról viszont, mi itt már behág, ha csak ezt a veteményes kertes esetet mondtuk volna, meg pont fordítva behág, kamer rá, ha én majd és múlva cicha, akkor meg azt gondoltuk volna, hogy kifejezetten itt a veteményes kertnél mondja azt rá, hogy nem lehet félig, bocsánat, mondja azt rá, hogy csak akkor vetheti be a teljes rész lent, hogyha a nagyobbik része a veteményes kert aljának beszakadt. De a lakhatásnál azt gondoltuk volna tévesen, hogy egyetért Ráv Smuellel, hogyha egy kis rész szakad be, akkor is lejöhet teljesen lakni. És azért, hogy ez a félreértés ne legyen, ezért mondta mind a két esetet a Talmud. De azt mondja, hogy Zmán, ugye a következő dolog az az volt, hogy ha adtak, ha van egy fal vagy egy fa, amit ki kellett volna vágni, vagy le kellett volna bontani, és adtak erre időt, akkor ha időn belül szakadt, vagy omlott le, akkor nem felelős azért, de idő után, akkor felelős. Kámezmán beizdi, nem a reméhelen, és lősimjén. Mennyi időt szoktak adni így az elbontásra? Azt mondta, reméhelen általában ez 30 nap. Mi se hajak a iszlaim. Ugye a következő eset, amiről szó van, amikor ugye a Misna azt mondta, hogy ha valakinek bedőlt a fala, akkor ha oda megy a szomszédhoz, és azt mondja, hogy hát én nem akarnám ezt eltakarítani, takarítsd el te, és legyenek cserébe tiéd a kőanyag, akkor ezt nem fogadjuk el. De hogyha belement már a szomszéd, akkor nem léphet vissza ebből a fal tulajdonosa. És ugye ezt úgy fogalmazza a Misna, hogy mindegy taliszéfa, ugye ebben a második variációban, hogy héleketzi az, hogy azt mondja neki a fal tulajdonosa, jó, itt vannak a költségeid, azokat megtétem, mégis kérem a fal anyagának az értékét. Mi kláldepa nivasz kinon. Akkor ezek szerint itt miről van szó? Hogy már elbontotta, már elvitte az anyagot a szomszéd. Tehát csak akkor nem léphet, ezek szerint csak akkor nem léphet vissza a fal tulajdonos ettől az ajánlattól, hogy ő maga tett, hogy takarítsa el az anyagot, vagy a romlás anyagot a szomszéd, és tartsa meg cserébe a köveket, akkor nem léphet vissza, ha már tényleg eltakarította a szomszéd. Time de panino. Löj panino, löj. De ha nem takarította még el, akkor igenis visszaléphetne. Amáj. És miért léphetne ilyen esetben vissza? Tikne lészed, de jó, de amár ami észre, hogy minden akcés, és adom könyves lőm, dájtaj. Miért nem mondjuk azt, hogy hiába még nem takarította el, ezt az ajánlat szerint a szomszéd a falat, mégis ne léphessen vissza a fal tulajdonos ettől az ajánlattól, mert a falnak a romja az a szomszéd területén van, és a területe szerezze azt meg az ő számára, hiszen van egy olyan fogalom, hogy kinyán hacer, ingatlan általi megszerzés, valaki rátesz valamit az ingatlanomra, akkor azt azzal megszerezhetem, nem kell külön felemelnem az ingóságot, akkor itt is a fal romját szerezze meg a terület tulajdonosa. Miért nem mondjuk így? Hányi mili heiha, de kami kámenlák nőjelé valaki, és támít húzok, és támít le. Szóval azért nem, mert hol mondjuk azt, hogy egy ingóságot meg lehet szerezni egy ingatlan révén, ott, ahol a tulajdonos ezt célozza, ahol őnek is van egy ilyen
szándéka, hogy átadja az adott dolgot az ingatlan révén. De itt ugye a mi esetünkben nincs ilyen szándék, valójában a fal tulajdonos kiderült, hogy nem gondolta komolyan, hogy ne ő kelljen eltakarítsa, nem gondolta komolyan, hogy a szomszéd takarítsa el a falanyagot, hanem csak próbált időt húzni, hogy ne neki kelljen addig se csinálnia. És azért, hogyha visszalép azelőtt, hogy effektív a szomszéd eltakarította volna a falat, akkor még visszaléphet, és a szomszédnak az ingatlana nem szerzi meg a fal anyagát. Szóval lász ez imaibe teven. A következő eset az volt, hogyha valaki felbérelt egy munkást, hogy szénát vagy szalmát takarítson el neki, akkor ha azt mondja neki egyszer csak, hogy jó, hát inkább a szalmából, a szénából vedd el a részedet, és az legyen a fizetséged, akkor azt nem fogadjuk el, de ha már belement a munkás, akkor nem léphet vissza ettől a felajánlástól. Kérdés az, mi szükség van ezt mondani, amikor az ugyanaz a logika, mint a leomlott fal esetében, amit már tanultunk. Szikhad, ilyes minden áhke májszedik, amely égé jó helyenség, mint a misünk, de részle ágrega be. Ával, ha, ával, de iszlég ágrega be, én mesélj, mindegy. Szerintem azért volt szükséges mondani mind a két esetet, mert csak az első esetet mondjuk, ahol a fal, leomlott falról van szó, akkor azt gondoltuk volna, hogy igen, a leomlott falnál nem köteles elfogadni a szomszéd ezt az ajánlást, hogy ő takarítsa el a falat, és akkor a fal anyaga az övé. Miért? Mert ott semmilyen fizetési kötelezettsége valójában nincsen a másik félnek. Tehát itt egy ajándékról van szó, hogy vidd el a fal anyagát, azért cserébe, hogyha eltakarított. Tehát ez egy ajándék, ő meg nem akarja elfogadni az ajándékot. De ott, ahol egy munkásról van szó, akinek van fizetési követelése a munkáltatóval szemben, azt gondoltuk volna, hogy el kell fogadja, hogy így fogja kifizetni a munkáltató. És ezért kellett mondani, hogy nem, itt sem köteles elfogadni. Ahogy az emberek szokták mondani, hogy ha valaki tartozik neked, akkor bármit fogadja el tőle a tartozás fejében. És akkor azért, hogy ez a félreértés ne legyen, ne gondoljuk tévesen ezt, ezen mondta a második esetet is. Mi és mi van, ha semmi kábel a lav, semmi kábel, mi se kibel a lav, én sem, mi sem, de iszlé, ágrega be. Ával, ha, de lész lágra be, én ma semmi laj. A másik oldalról viszont, hogyha csak a második esetet mondta volna, amikor a munkásról van szó, akkor azt gondoltuk volna, hogy csak itt van az, hogyha már elfogadta a munkás az ajánlatot, akkor nem léphet vissza a munkáltató. Miért? Mert van fizetési kötelezettsége a munkáltatónak a munkás felé. De a falomlásnál azt gondolhattuk volna tévesen, hogy visszaléphet. És ezért cicha, ezért kellett, hogy mondja mind a két esetet, hogy tudjuk, hogy egyik esetben sem léphet vissza. Oké, a következő dolog ugye az volt, hogyha még mindig ugyanez az eset tulajdonképpen, hogyha a munkás ugye kérje a bérét, és ő azt mondja, hogy ne, tudod, mint a szalmából, vagy a szénából, amit összegyűjtöttél, abból szed be a béredet, akkor ezt nem kell, hogy elfogadja. Én sem mindegy. A hat hányja sem mindegy. Azt mondja, hogy amúgy várjunk csak, de hát van egy brájta, amelyik ugyanerről az esetről szól. És az a brájta azt mondja, hogy igenis el kell fogadja a munkás ezt a felajánlást. Amelyik rábelem náhvam is elő, my time, amelyem náhvam, egy kácsia, kámos elő, kámos elő, kámos elő. Mi lehet erre az ellenmondásra a válasz? Náhvam azt mondta, hogy ez a válasz az az, hogy attól függ, milyen szalmáról és szénáról van szó. A sajátjáról, tehát a munkáltató a saját területén gyűjtette össze a szalmát és a szénát a munkással, vagy egy hefkerből, tehát mondjuk a közterületről gazdátlan szalmát, szénát gyűjtött. A közterületről
akkor el kell fogadja, erről szól a Brájta, akkor el kell fogadja a munkás, hogy abból lesz kifizetve. Ha a sajátjából, akkor nem könnyű elfogadja. Amelé Rab Nachman, és a Löim Mai Taima, azt kérdezte Rab Nachman, na és amikor a sajátjáról szó, akkor miért nem köteles a munkás elfogadni? De Amelé Agra Lach, nyilván azért, bocsánat, rosszul mondtam. Elnézést. Még egyszer. Amelem Nachman, hogy Kási Kámbesen, hogy Kámbesen, hogy mi a különbség a Misna és a Brájta között? Az egyik arról szól, a Misnánk arról szól, amikor magának a munkáltatónak a szalmát és a szénáját szedte össze. A másik arról szól, amikor véletlenül a fele barátjának a földjéről szedett össze szalmát és szénát, és ott elfogadhatja, hogy az legyen a maga a szalma szénából vegye el a fizetséget. Azt mondta erre Rab Nachmannak, mi az oka annak, hogy amikor a sajátjáról van szó, akkor nem kell elfogadni, hogy ez legyen a fizetség. Nyilván az, de amelé ágrallach, nyilván az, hogy azt mondja ugye a munkás, hogy vagy várjál csak, hát te köteles vagy nekem fizetni. És a lőj havérőj, nem is halajlav. De hát akkor, ha ez az érv, akkor ugyanez az érv, ez fennáll, akkor is a fele barátjának a földjén gyűjtette össze a munkással a szalmát és a szénát. Ahogy tanultunk, de tányja a szőjhez, például azt mondja, hogy a lőj. Egy róbos, hogy a havérőj, nézzel, hogy a hamisal, nem bekezünk, hogy a bájszba se elne, hogy szőj. Hiszen azt tanultuk egy Brájtában, hogyha valaki hoz egy munkást, hogy dolgozzon a földjén, és véletlenül a fele barátja földjét mutatja, és azon dolgozik a munkás, akkor is ki kell fizesse a munkást. Másik kérdés, hogy utána elmehet a fele barátjához, és elkereti tőle azt az értéket, amit a munkás munkája eredményezett a földjén. Tehát akkor ugyanolyan fizetési kötelezettsége van, akkor is, hogyha nem a saját földjén végezte a munkát a munkás. El amelem Nachmen lői kási a kámbesél lői kámbesél hefkel. De azt mondta rám Nachmen, nem ez a válasz akkor valóban, hanem az, amit az előbb tévesen mondtunk, hogy a különbség a Misna és a Brájta között arról szól, hogy a sajátjából elég végezteti vele a munkát, vagy a hefker a gazdátlan szalma és széna összegyűjtésében. Ha a sajátjából, akkor nem tud a szalmával és a szénával fizetni, hogyha a gazdátlanból, akkor, akkor tud. Észre vele a Nachmen, hogy Cias Poyele Acma, én ma szerviz már sem vele a Bájsznak, és én milyen műved, én már jöjjön. Ával im amelő Aszi, mi a jöjjön, mert Achem Cias vele a Bájsz. Most ezzel az érvel szemben egy kérdést tett föl Rav Nachmannak. Mi volt az érve arra, hogyha a gazdátlan szalmát, szénát szeretett vele össze, akkor mondhatja neki azt, hogy a szalmából, vagy a szénából, amit összeszeret, elégítse ki a fizetségét. Hát az, hogy mivel az gazdátlan volt, tulajdonképpen úgy is lehetne nézni, mint hogyha a munkás az saját magának szedte volna fel. Igen ám, csak van egy Bright, amik arról beszél, hogy ha valaki fölbérel egy munkást, és az talál valamit, akkor az kié. És a Bright azt mondja, hogy az a munkásé, de csak akkor, hogyha a munkásnak a feladata az konkretizálva volt. Tehát az volt mondani, hogy mondjuk születelj velem ma, kapálj velem ma, és közben talál valamit, akkor az a munkásé. Miért? Mert ez nem a munkájának a része. Hogyha általánosságban mondta a munkásnak a munkáltató, és azt mondta neki, hogy dolgozz velem ma, akkor bármit, amit talál, az is úgymond a munkájának a része, és az is a munkáltatóé. Most, hogyha ez így van, akkor tulajdonképpen, ha arra kérte föl a munkáltató a munkást, hogy gazdátlan szénát, szalmát szedjen neki, akkor az automatikusan már rögtön a munkáltatója lesz, amikor fölemeli a munkás. Tehát ez esetben ugyanott vagyunk, mint hogyha a saját szalmáját, szénáját szedette volna vele össze. Tehát nem lehet így különbséget tenni akkor a között, hogy ez a sajátja, vagy gazdátlan.
el a amerem nachmoni kása a kámbákba, kámbába. Ezért a nachmoni megint csak módosította a válaszát, és azt mondta, hogy mi a különbség a két, a brájta és a misna között, az, hogy mire kérte föl a munkást. Az egyik esetben arra kérte föl, hogy szedje össze a hefker, a gazdátlan szalmát vagy szénát. A másik esetben meg azt mondta, és ugye ez esetben tényleg ahogy összeszedni, az rögtön a munkáltatói lesz. A másik esetben meg arra kérte föl, hogy vigyázzon rá a szemével. És ez esetben nem válik az övébe a szalma és a széna, nem válik a munkáltatóivá a szalma és a széna, és ezért nem is kell feltétlenül fizetnie neki, hanem mondhatja neki azt, hogy a szalmából és a szénából szedje be a vérét. És itt ugye a Talmud a következő részben arról beszél, hogy mi a helyzet akkor, ha valaki valamit fölemel, ugye, az egyfajta megszerzési mód. Hogyha valaki valamit figyel, megfigyel, valami gazdátlan tárgyat mondjuk, azzal megszerzi, vagy nem szerzi meg. Amar Rába, Batebe, Hefker, Tanai, Rába azt mondta ennek kapcsán, hogy a megfigyelés az vajon egy megszerzési mód, vagy nem. Ez egy korai, a misnai bölcsek közötti vita. Tehát nán, sejmrész, vihés, víz, naitlan, szhara, mitrumász a liska. Jöjjszer, eimmer, rejtsz, misz, nádefú, sejmrészina. Az itteni misna arról szól, hogy ugye minden évben a Pészach után meg kellett hozni a hados, a friss termésből az ómer áldozatot. És ugye normálisan ez a közösség vagyonából kellett, hogy meghozzák ugye Jeruzsálemben, és ez volt az, amelyik feloldotta az új termésnek a emberi fogyasztásra való tilalmát. Ugye mi a helyzet a smita évben? A smita évben ugye a termés, mindenfajta termés, ami magától kinő, ugye, hiszen effektív a hetedik évben, a smita évben tilos földművelést végezni, de mindenfajta termés, ami magától kinő, az hefker. És ezért ezt a fajta közösségi ómer áldozatot is a hefkerből, azaz a gazdátlanból fogják meghozni. Hogyan lehet biztosra menni, hogy mire odajutnak a Beis Din küldöttei, megbízottjai, hogy ezt a áldozatot, ezt a kéve áldozatot Pészach másnapján meghozzák, akkor valóban legyen kéve, ne vigye azt valaki el a hefkerből, a gazdátlanból, úgy, hogy valakit kineveznek, hogy őrizze azt. És erről szól a következő misna. Sajmrész frichés víz, na itt nincs halam trumaszaliska. Aztán a Kama azt mondja, hogy ezek a megbízottak, akik őrzik, azzal vannak megbízva, hogy őrzik a smita év termését, ezek kaphatnak fizetést a szentély kincstárból ezért a munkáért. Biaisze viszont azt mondja, hogy aki akar ebben részt venni, az önkéntesen vesz részt, és nem egy fizetett őrző, hanem egy szívességi őrző módján teszi azt. Amrul olyan, azt mondták neki a bölcsek, Atoi Merkein, ha tényleg így járnánk el, ahogy te azt mondod, én bajom is a cibor, akkor mi lesz? Az a kéve, amit őriz az illető szívességből, az a végén nem a közösségé lesz. Nem közösségi áldozat lesz. Máj lába, ha kem iflegi. És feltételezzük, hogy a vita akkor így a következőkről szólna. Tánakám a szavarába ott a behefker kanni. Arról szól a vita, hogy az első vélemény, a Tanakáma, azt mondja, hogy ha bata behefker kanni, hogyha valaki ránéz valamire, ami gazdátlan, akkor magával a ránézéssel megszerzi azt. Most, hogyha az őrző, az egy fizetett őrző, a szentély kincstár által van megbízva és fizetett őrző, akkor ha ránéz, nézi, figyeli
a kévét, amit majd levágnak, akkor azt megszerzi kinek a javára? A kincstárnak a javára. Ilyen világra, illa, ha nem adnak neki fizetést, akkor azt nem magának szerzi meg, vagy bocsánat, nem a kincstárnak szerzi meg, hanem saját magának. De mi jöjj, és akkor az már nem lesz közösségi áldozatra. Mi jöjj, szabarább volt a behetkelői kani. Mi jöjj, viszont az állásponton van, hogy a ránézéssel nem lehet megszerezni valamit a gazdátlanból. De ki az, hogy cibur májszé, hástó, de ka, zafibéj, és ezért a mindaddig, amíg ő nézi, addig nem szerzi meg senkinek, majd amikor jönnek, hogy levágják a kévét az ünnep után, akkor akik levágják, azok, akik valójában megszerzik azt, és ezért semmi gond azzal, hogyha az őrző időközben ingyenesen őrizte azt. Mátai, mert hakik amrile, mit van rech, lét van reinu, én, ői, mert üstél lechem, baj, misel cibor. És mit jelent az, amit a rabbik, a Tanakáma mondtak Rabbi Jaiszinak? Így mondanád? Vagyis, hogyha elfogadnánk azt, amit mondasz, hogy ingyenes őrzőként figyeli a megbízott a kévét, akkor a végén a kéve, illetve a két kenyér áldozat, ami majd Sávuotkor van, az nem a közösség vagyonából lesz meghozva, és ezért az érvénytelen lesz. Most, hogyha így értelmezzük ezt a vitát, akkor valóban a vita, hogy már az a kérdés, hogy a bata kani, hogy a ránézéssel meg lehet-e valamit szerezni, vagy sem, az egy vita már a misna korabeli bölcsák, a Tanakáma és a Jézus között is. Amer rave loj, de kule alma, ha bata behefker kani, rave szerint ez nem így van. Szerinte mindenki egyetért, hogy a bata a ránézéssel meg lehet, már megszerezzük a hefkerből, a gazdátlanból az adott dolgot. Akkor miről szól itt ez a vita a Tanakáma és a Jézus között? Vakaká és innen sem a lémszem, jafe, kemi flegi. Itt az a vitás kérdés, hogyha valaki ingyenes őrzőként vigyáz a kévére, és akkor a ránézéssel azt már megszerezte, akkor később teljes szívvel adja át a közösségnek, vagy sem. De banan szávri, jájvna, igrav, illaj, hajsirán, sem a limszre, jafi, jafi. A bölcsek, tehát a Nakáma azon az ásponton vannak, hogy bizony fizessünk az őrzőnek, mert csak így lehetünk biztosak abban, hogy amikor eljön az ideje, akkor teljes szívvel fogja átadni a kévéket, amiket őrzött a közösség javára. A Bézi szavára, lajkaj, sinál sem, a lajjum szerem, jafe, jafe. A Bézi viszont nem tart ettől, szerinte, ha ingyenesen őrzi, akkor is teljes szívvel fog. A Bézi szavára, lajkaj, sinál sem, a lajjum szerem, jafe, jafe. A Bézi szerint nem tartunk attól, hogy nem fogja jó szívvel átadni azt, amit így már a ránézéssel megszerzett. O máta, imer, és mit jelent az, amit a rabbik, a Káma mondott, mondtak a Bézinak, hogy amit te mondasz, ha ki kamerlé, mit van rech, lehet van rech, de hát sinyert sem, hogy imszerem, jafe, jafe, én a imeres tél lehem, bajom is a cibur, a te szavaid a mi értelmezésünkben, vagyis, hogy lehet ingyenesen őrizni, nem jön ki jól, mert szerintünk nem fogja, vagy nem biztos, hogy teljes szívvel fogja átadni azt, amit így megszerzett, és így nem a közösség vagyonából lesz meghozva a kéve áldozat. Ikedám, li, rava, már de kulám, mi a bat, bevkerlék, hanni. Mások szerint Rave magyarázata másképp hangzott. De eddig úgy magyaráztuk, hogy Rave azt mondta, hogy a ránézéssel mindenki szerint megszerzi az ember a hefkerből, tehát a gazdátlan státuszból az adott dolgot. Most pont fordítva van a következő változat szerint. Rave szerint mindenki egyetért, hogy nem szerzi meg a ránézéssel. Akibekhaj sinne bálézer eszke miflegi, és itt attól tartunk, hogy lesznek olyan erőszakos emberek, akik erőszakkal fogják elvenni ezeket a kévéket, amiket tőrizni kell. De tannak álma számolta kinnere bonnel méhev, árba ez uzé, kéhed is mely bálézer eszke, lifrösse minájú. És a Tanakáma szerint ezért rendelték el, hogy az őrző, az ne ingyenes őrző legyen, hogy legalább valami minimális fizetséget, mondjuk 4 zuszt adjunk neki, hogy ezek az erőszakos emberek hallják, hogy ez egy fizetett őrző, és akkor komolyan vegyék, hogy ez valóban a szentély kincstárának a megbízásából őrzi, és ne vegyék el ezeket a kévéket.
A vészi szavállait a kínosra vészszeint, pedig nem volt ilyen rendelet. Máta, imer, és mit jelent az, amit a bölcsek, talán a káma mondtak, Rabbi Eissinak, ha kik amelem, itt verekod, verejnó, én baj, Michel Cibul. Azt jelenti, hogy a te feltételezésed, miszerint nem kell, hogy fizessünk neki, ez egy másik problémát fog eredményezni, azt, hogy mivel mi azt mondjuk, hogy kell neki fizetni legalább 4 zuzt. Tehát a kincstárban az a 4 zuz, az neki járna, de ezt szerinted nem kell, hogy megkapja, akkor ott fog maradni az a 4 zuz pénz a kincstárban, és majd abból, amikor később áldozatokat vesznek, az nem fog, az nem lesz megfelelő, mert nem a közösségi vagyomból lesz hozva, hanem ennek az embernek a 4 zuza is bele lesz keveredve. Héni, ki az a Rávin, Amár, Jéhelen, Hősin, Bális, Rajsz, Ika, Benájú. Később, amikor Rávin Izraelből, Babilóniába jött, azt mondta Rávin Jéhelen nevében, hogy valóban tartunk, az a vita, Rávin Jöjszi és a bölcsek között, hogy tartunk-e attól, hogy erőszakos emberek elveszik ezt a elveszik majd ezt a elveszik ezt a kévényt, hogyha nem lesz megfizetve az őrző. Következő misna az értünk, és a misna azt mondja, a moici zevelősus rábi, moici zábel, zábel, milyen módon szabad használni a közterületet magáncélra. Például, ha valaki kivisz valamilyen trágyát a közterületre, az azonnal vigye tovább, nem szabad, hogy ott hagyja a szemetét, vagy a trágyáját, hanem azt azonnal vigye arrébb. Én se érint tüdbrös ugyanígy nem szabad agyagot hagyni, ázni a közterületen, de én lejövni levén, és ugyanígy az agyagból a közterületen téglát csinálni, ám a devlin tüdbrös rábim, ám a loj levénim. De szabad az agyagot keverni a közterületen, ugye ezt azonnal fel fogják használni, de nem szabad az agyagból téglákat csinálni. Ugye az hosszabb ideig fogja igénybe venni a közterületet. A bainemusussal rábim, ha valaki a közterületen épít, ha mévja vanim, mévig a baine, az is, hogyha hoz köveket, azt azonnal tovább kell, hogy felhasználni, nem szabad ott tárolja a közterületen, és aki épít, az azonnal be kell, hogy építse. Im hizik, mes almes a hizik, és hogyha valamilyen kárt okozott azzal, hogy mégis ott hagyta a dolgait, az építő anyagát a közterületen, akkor azt ki kell, hogy fizesse azt a kárt. Rában Simon Gamliel nem mondja, áfam szákenhú, ezt már láttad itt is lősim, jöjjön. Simon Gamliel azt mondja, hogy nem, az ember 30 nap az építés előtt már használhatja a közterületet, tehát 30 napja van az építőanyagok tárolására. Azt mondja, a Talmud, Lémem, azt nézzen, de Lék, Rabbi Huda, úgy tűnik, ami misnánk, nem Rabbi Huda véleményét követi. A Tányi Rabbi Huda, én mert sászutra az valim, Adam, mert itt az Iblelős, és Rábim, és Vékös, és Imjö, ugyanis egy brájtában azt tanultuk, hogy Rabbi Huda azt tanította, hogy amikor a trágya kirakásának ideje van, akkor ki lehet rakni a trágyát, és az ember kirakhatja azt a közterületre, hogy ott 30 napon át gyűjtheti, de is egy ilyen nisai, hogy az emberek letapossák. Rágle adom, rágle behéma az emberek és az állatok. Sámanászkén, és is szarez. Jehosua ugyanis a honfogláskor ezzel a feltétellel foglalta el az Izrael földjét, hogy a közterületeken ilyen típusú használatot lehessen végezni. Mit látunk ebből? Hogy ki lehet rakni a közterületre bizonyos feltételek mellett az embernek a mondjuk trágyáját, nem úgy, ahogy a misnánk mondta. Finutém Rabbi Huda, amit Rabbi Huda sim hizik hajvle sále. Szóval a Talmud, nem, lehet, hogy tulajdonképpen Rabbi Huda egyetért ezzel, tehát egyetért azzal, hogy a misnánk egyetért a Rabbi Hudával, hogy ki lehet rakni, csak annyit mond, hogy ha mégis kárt okozott, akkor a kárért fizetnie kell. Tehát a misnánk, amikor azt mondja, hogy azonnal vigye tovább, ez nem úgy érti, hogy tilos kiraknia, csak úgy érti, hogy érdemes tovább vinnie, és nem kint hagynia, mert ha kint hagyja, akkor majd fizetnie kell, hogyha mégis kárt okozott vele.
Hát na, de bi de mi benél khanuk a patul min és jó észben sus, my lab sus bezni. Azt mondja a Talmud, akkor ezek szerint Rabbi Huda olyan állásponton lenne, hogy valami megengedett, és mégis fizetned kell, hogyha kárt okoztál vele. De hát azt látjuk, hogy a hanukai gyertya kapcsán, ugye azt tanultuk a Sábesz traktátusban, hogyha valaki kirak egy gyertyát a boltja elé, egy lámpást, és arra jár egy teve egy rakománya, és belegabajodik a rakomány a lámpásba, és felgyújtja az egész boltot, akkor alapból a gyertya, vagy a lámpás tulajdonosa a kártevő, ő kell, hogy fizessen. De hogyha ez egy hanukai gyertya volt, amit ki kell rakni, amit engedéllyel rakott ki, akkor föl van mentve. Tehát mit látok, hogy Rabbi Huda szerint, hogyha engedéllyel rakok ki valamit, akkor az azon azt is jelenti, hogy föl vagyok mentve. Nem lehet úgy értelmezni, hogy engedéllyel rakta ki, és mégis köteles fizetni. Ez a Talmud, löj, de mica. Ez a Talmud, nem, ez másról, sus, de mica. Másról van szó, mert itt egy olyan helyzetről van szó, amikor nem csak engedélyt kapott, hogy kirakja, hanem egy micva kirakni, és ezért mentesül a fizetés alól. De alapból, ami Huda úgy gondolkodik, hogyha valami ki van rakva, akkor lehet, hogy, és meg van engedve, hogy ki van rakva, attól még lehet, hogy kelljen fizetni, hogyha kárt okoz. A hatánya kell érősöm, nem mondjuk, tehát kálkába sőször ávim, hogy hízik hájvles sállembre, mi Huda pöjtő. Szóval amúgy ez nem lehet, mert a Huda véleményét egy másik brájtában is látjuk, ahol a brájta azt mondja, hogy minden olyan esetben, amikor azt mondták, hogy szabad valamit kirakni a közterületre, akkor hogyha mégis kárt okoztak, az akkor fizetniük kell. A Huda viszont fölment a fizetés alól. Tehát mit látok? A Huda szerint, hogy ha egyszer szabad kirakni, akkor nem is kell fizetni, hogyha kárt okozott. Ellen meg vártam azt nézni, de lejük Rabbi Huda, de mégis akkor kénytelenek vagyunk azt mondani, hogy a misnánk nem Rabbi Huda véleményével ért egyet. Amara bejelde Rabbi Huda, Rabbi Simeng, Amli Ev, Rabbi Simeng, Kulusz, Vé, Lejük, Almak, és Naszok, Hamra, Sus, Vé, Izik, Patur. Ennek kapcsán azt mondta a báje, hogy mind Rabbi Huda, mind Rabbi Simeng, meg Amli Ev, mind Rabbi Simon, mind a hárman azon az ásponton vannak, hogyha a bölcsek megengedtek valamit, valamit kirakjál mondjuk a közterületre, akkor ha azzal mégis kárt okoztál, akkor föl vagy mentve a fizetés alól. Rabbi Huda, Hadámra. Rabbi Huda, ugye az véleményét azt most tanultuk. Hol mondta viszont Rabbi Shimon Gamliel? Rabbi Shimon Gamliel, de nár Rabbi Shimon Gamliel, mert átmi szakken hú ezt, mert láttad ifne is le is imjön. Ugye ez a misnánknak a vége, ahol Rabbi Shimon Gamliel azt mondta, hogy az ember 30 nappal a építkezés előtt már kirakhatja az építőanyagát a közterületre. Rabbi Shimon, de nán, Rabbi Shimon pedig a következőből látjuk, hogy ezt mondta. Hajjon már midai bádia, szarik se ilyet tahtov meziva, slöjsöt fachim, uba kirgat tefach, im hízik me sám, se hízik, ami simenai mellő, amrük alasurim halaló, ele sem hízik patrona sám. Szóval abban a misnából tanuljuk, ahol arról szól a misna, valaki fölállít valahol egy kemencét, akkor ha mondjuk az emeleten állítja föl, akkor a kemence alatt a födénben kell, hogy legyen legalább 3 tefachnyi agyag, tehát ne közvetlen a gerendán legyen, mert akkor nagyobb a tűzveszély. Ha egy egy kisebb sütőt rak föl, akkor elég egy tefach, de mindenképpen, hogyha így is állította föl, hogyha kárt okozott, mondjuk tüzet okozott, akkor köteles fizetni. És erre mondta azt Rabbi Simon, hogy nem köteles fizetni, mert ezeket a mértékeket, hogy mennyi agyag kell, hogy legyen a födémen, meg se hasonlók, a tűz megelőzése érdekében. Ezeket éppen azért vezették be, hogyha az illető megtartja ezeket, betartja ezeket, akkor mentes legyen a fizetéstől. Tanulában a hátszab sem oszele tászasz a szátaszhája. És a következő grájtában arról lesz szó, hogy mi van akkor, hogyha valaki építkezik, és az építkezésnek ugye több szereplője van, és valahol az építőanyag a folyamatláncban tönkre megy, akkor ki a felelős a kárért? Tanulában a hátszav sem mosza lesz szátosz, hogyha a bányász a építőanyagot, a követ átadja a kőfaragónak. A szátosz hájabb. Akkor, ha utána kiesett a kezéből a
vagy elrontott a kőfaragó, akkor a kőfaragó felelős érte. A szátos sem azt mondja, hamar, hogyha a kőfaragó elkészített követ és átadta a szállítmányozónak, a szamárhajcsának, és a szamárhajcsáron ejtette le, vagy törte szét, a hamar hájav, akkor ő az, aki felelős. A hamar sem azt mondja, katop, hogyha a szamárhajcsa átadta annak, aki már a hátán viszi tovább, és ő az, aki elejtette a katof hájav, akkor ő az, aki felelős. A katof sem azt mondja, bánai hájav, hogyha ő átadta az építőnek, az építőmesternek, akkor az építőmester az, aki ha elejtette, akkor ő az, aki felelős, a bánai sem azt mondja, drichál, és hogyha a építőmester átadta annak a speciális építőnek, aki a legpontosabban a helyre helyezi a követ, és ő ejti el, akkor ő az, aki felel. Diminia hevenel a dimois, mihi zikka kula hevesame. És hogyha végül is a követ berakták arra a kőtartó részre, ahol a építőanyagokat tartják, és onnan esett le, vagy ott esett benne kár, akkor mindannyian felelősek érte. A hatánya áhrajhája, vagy kulam turén. Azt amúgy várjuk, hogy mindannyian felelősek érte. Egy másik helyen azt tanultuk, hogy az utolsó az, aki felel. De egy kássé, kábesz hírusz, kábekablanusz, szóval a Talmud valójában nincs ellentmondás, mert két különböző variációról van. Az első variációban, amikor mindannyian felelnek érte, az az, amikor közösen teljesítménybérben vannak, tehát föl kell építeni egy házat, és azért közösen kapják a fizetésüket, ezért közösen felelnek érte. Másik az arról szól, amikor napszámos vagy nap munkabérben vannak, akkor azt felel érte, aki utoljára odarakta, és akinél utána ez eltört.